Önök a Sikert, a Debrecen Televízió gazdasági magazinműsorát látják. Köszöntöm Önöket! A turizmus és a vendéglátás éli meg leginkább a koronavírus járvány gazdasági hatásait. Az éttermek nyitvatartásának és az utazás korlátozása azt eredményezi, hogy nem vagy csak nagyon nehezen tartható meg a munkaerő ezekben a szektorokban. Az ágazat szereplői a júniusi újranyitásban reménykednek. Működik az önkiszolgáló részleg a Barabás étteremben. Ide még sokan járnak ebédért, ez tartja életben a helyet. A tulajdonos ugyanis a kormányrendelet értelmében 3 óra után nem tarthat nyitva, így az à la carte étterem zárva van. A többlábánállás miatt nálunk maradt egy ilyen 30%-os szegmens a tevékenységünknek, amiből tudunk bevételt generálni. Ha ezt folyamatosan tudjuk tartani, akkor én szerencsés helyzetben, mint mondtam, szerencsés helyzetben vagyunk, és túl-túljuk élni nagyon nagy nehézségek árán, de túléljük a helyzetet. Ehhez jelentett óriási segítséget a kormány szerdai döntése. Orbán Viktor bejelentette, hogy azokat a szektorokat, amelyekben a koronavírus járvány a legnagyobb gazdasági kárt okozta, megsegítik. Átmenetileg nem kell a munkavállalók után adót fizetni. Ennek köszönhetően az étterem tulajdonos egyetlen alkalmazottját sem bocsájtotta el. Az, hogy nem kell a járulékokat megfizetnünk, ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy túléljük az egészet, ugyanis ezeket bérre tudjuk fordítani. Én összehívtam a kollégáimat 2 héttel ezelőtt, és elmondtam, hogy ha esetleg odáig fajul a dolog, hogy az éttermeket nem fogják már a vendégek látogatni, már pedig most ott tartunk, hogy nem, sem a szállodákat. Tehát a turizmus vendéglátás gyakorlatilag padlóra kerül. Próbálnak meg tartalékolni, ne költsenek, csak az élelmiszerre és a család fenntartására gondoskodjanak. A szállodaipar is hasonló helyzetben van. A járványhelyzet miatt gyakorlatilag az egész világon megszűnt a turizmus. Hazánkban is elkerülhetetlenné vált az átmeneti bezárás. Budapesten ezen a héten tulajdonképpen minden szálloda bezár. A vendéglátóhelyek közül is nagyon kevés van már nyitva, és vidéken is egyre több szálloda zár be, és ott is majdnem mindenki azon gondolkozik, hogy a következő hetekben hogy készíti elő a bezárásokat. Ebben a szektorban jelentős számú elbocsátásokra számítanak a szakemberek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, az iparágban dolgozó 400 ezer foglalkoztatott, nagyjából harmada várhatóan munkanélkül marad a következő hónapokban. A szakemberek abban bíznak, hogy júniusban már fogadhatnak vendégeket mind a szállodaiparban, mind pedig a vendéglátás területén, de a járvány hatása ennél sokkal tovább tarthat. Nagyon nehéz lesz az újranyitás is, mert ugye nem egyszerre fog megindulni a vendégáradat, tehát ott is fel kell építeni a rendszert. Ha nagyon-nagyon jó minden helyzet és jól összeáll, akkor jövő tavasz lehet az első szituáció, amikor már értelmezhetően működhet a turizmus. Ha viszont a járvány még tovább tart és a teljes nyári szezont ellehetetleníti, akkor beláthatatlanul súlyos károk érhetik a két szektor szereplőit. Ez volt már a Siker. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!